Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. Ez a csatorna a társasjátékozás népszerűsítésével foglalkozik. Ha tetszik ez a téma, kövess be minket Facebookon, illetve Instagramon is. Ha esetleg még nem tetted volna meg, odalent van egy feliratkozás gomba, mire ha rákattintasz, és mellette a csilingerűre, bármikor új tartalom kerül ki, azonnal értesülsz majd róla. 10 000 feliratkozó, fú, alig vártuk, és nagyon-nagyon már számoltuk a feliratkozókat, hogy elérjünk a 10 000-ig. Honnan a 10 000-es nagy örvendés? Alapból a 10 000 feliratkozó olyan szép, nagy jubiláló, olyan egységes kerek történet, de ezen föl, amikor elkezdtünk komolyabban társasjátékozással foglalkozni, akkor a társasjáték Facebook csoportban nagyjából 10 000 tag volt, és megcéloztuk, hogy fú, srácok, hogyha egyszer annyi feliratkozónk lenne, ahány követője van ennek a csoportnak, mert ezek szerint 10 000 ember társasjátékozik, és mekkora nagy ünnep lenne, hogyha sikerülne ezzel a csatornával elérni ezt a számot, és sikerült. És elhatároztuk, hogy készítünk egy ilyen visszanéző tartalmat, és megnézzük, hogy ennek a csatornának, amely nagyon sok mindenen ment keresztül, mik voltak azok a főbb állomásai, a rengeteg állomás közül, ebből most 7-et szeretnék kiemelni, amik számunkra nagyon emlékezetesek. Ezek közül egy-kettő nagyon lelki tartalom lesz, nem biztos, hogy olyan fú, rettetesen jelentősége számunkra az, és elhatároztuk, hogy egy videón belül végigmegyünk ezeken az állomásokon. Menjünk a legelejéről, a legelső videó, ami picit csalok, mert nem is a legelső videó. Hogy kezdődött? Nagyjából 2016-ban bugyborékolt bennem az igény, hogy valamilyen módon szeretném kommunikálni az emberek számára, hogy ez a társasjátékozás, ez valami csodálatos történet. És rengeteg ilyen -6., -5., -18. videó készült, és mindegyik a kukában végezte. Ez egy nagyon nehéz műfaj, aki már dolgozott kamera előtt tudhatja, hogy nagyon stresszes. Szokni kell azt, hogy valaki a kamerába beszél, nem túl jó rezonőr, és szoknom kellett ezt, és nagyon kritikus voltam, és nagyon-nagyon nehezen indultam el nulláról az egyre, és 2016. decemberében feltettem még a saját csatornámra egy 10 remek játék ötlet az ünnepekre videót, amelyben még Betsy Cica, meg nagyon szerencsétlen vágási környezet, meg Windows Movie Maker, meg borzasztó kezdetleges dolgok voltak, de nagyon-nagyon égett bennem az a vágy, hogy kommunikáljam az érdeklődők számára, hogy fantasztikus társasjátékok vannak. Megmutattam a barátaimnak, sok barátom támogatott, és sok mondta azt, hogy figyelj Zoli, hát biztos lehet ezt majd jobban, hajrá, picit gyújj rá, akkor foglalkozz szakmaibbal, akkor. Tehát, hogy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt ez számunkra, és volt egy nagyon fontos állomás a blogban, és nem született volna meg ez a blog, ha nincs egy Varjú Nándor nevű kollégám, aki nullából egyet tudott csinálni, és átjött egy technikai apparáttal, egy profi fénnyel, profi géppel, profi állványjal, és azt mondta, hogy Zolikám, kezdjük el, csináljuk meg, hogyha ilyen nincs, akkor kezdjünk ezzel foglalkozni, és 2017. január 31-én regisztráltunk, Mit Játszunk névvel. Maga a népszületése is egy ilyen brainstorming, egy szabad beszélgetés volt, ha rengeteg ötletet, tényleg egy hosszú lista, 30-40 év közül választottuk ki végül, talán a legegyszerűbbet. Mi a leghétköznapi kérdés? Mit játszunk? Ez nagyon gyakran elhangzik, és elhatároztuk, hogy alapvetően szeretek kérdezni, szeretek nyitni emberek felé, szeretem, amikor a kommunikáció történik, és hogy már önmagában ez is, hogy egy kérdés a blognak a neve, nagyon megtetszett nekünk, és regisztráltunk január 31-én, és rögtön másnap február 1-én a 7 bosszantó társasjátékos típussal nyitottunk. Nem szerettem volna elsősorban szakmai tartalmakat készíteni, hanem azt szerettük volna kommunikálni, hogy társasjátékozni fantasztikus. A legelső tartalom és a legelső tartalmak is alapvetően humoros töltetű, poénos történetek. Varjú Nándor kollégámmal improvizációval foglalkozunk. Többen tudjátok, talán már láttatok is impro színpadon, hogy én nagyon szeretem, amikor valami rögtönzött, amikor valami előre nem megírt, hanem nagyon spontán történik a dolgok. Alapvetően spontán természetű ember vagyok, és erre szerettem volna felhúzni egy alapvetően egy társasjátékos tartalmat, amely kommunikál, hogy ez egy csodálatosan hatalmas nagy világ, és fantasztikus mélységei vannak. Úgyhogy a legelső tartalom, bár február 1-én született meg, bizonyos szempontból a második, mert korábban készítettem már társasjátékos tartalmat, ami egyébként meg is található a YouTube-on, szemfülesebbek esetleg már látták is, de az első lépések humoros irányból indultak el, és nagyon hálásak vagyunk minden egyes kérdésért, igényéről, hogy legyen még humoros tartalom, úgyhogy akik frissen csatlakoznak a csatornához, tudhatják, hogy a humor volt a legelső tartalmaink, és abból mentünk szépen lassan tovább, na de jöjjön a második pont. Az első videókat követően nagyon sok pozitív visszajelzés jött, hogy fú, srácok, ez de vicces, meg de jó, meg hogy mik vannak még ebben, és 2017. augusztus 7-én debütált a legelső intrónk. Itt is most szeretném megköszönni mindenkinek, aki technikai segítséget nyújtott a bloggal kapcsolatban. Én nem vagyok videós szakember. Ha valaki ilyen operatőr, meg fénytechnikus, meg hangtechnikus szemszöggel vizsgálja ezt a csatornát, rengeteg kivetni való lehet benne, de számomra nem is ez volt az elsőleges cél. Én alapvetően színésznek tartom magam előadónak, akit, aki szeret
beszélni kamera előtt, egy nagyon komfortos helyzet ez számomra, viszont nem lenne ez a blogista, nem lennék itt, és most, ha nincsenek azok a technikai segítségek, akiket népszerint meg szeretnék említeni. Fodor Blanka drága tervezte a logunkat, teljesen non-profit pro bono, alkotott nekünk egy olyan dizájnt, amiért a mai napig szerelmesek vagyunk. A legnagyobb örömmel hordom a pólóban, és szerintem nagyon szépen el lett találva az a kis szöveg buborék, amiben megkérdezik emberek egymást, hogy mit játszunk. És nagyon hálás vagyok így utólag, és több év elteltével azért a nagyon kedves kis ugráló logókért, meg a kis mípülökért, akik megkérdezik egymást, hogy mit játszunk. Nagyon hálás vagyok Kocor Mártonnak, aki annak idején kirántott engem a Windows Movie Maker bűvköréből, és ellátott rengeteg videóvágási technikával segítséggel. És végtelenül hálásak vagyunk drága Csikós Gergőnek, aki igazán profivá tette, mind hang, mind kép technikailag, nagyon-nagyon-nagyon sok segítséget adott. Ezek a nevek odalent megtalálhatóak lesznek, és így jelen formában szeretnék egy hatalmas nagy főhajtás és egy végtelen nagy köszönömet mondani mindannyiuknak, mert nagyon-nagyon sokban segítettek ahhoz, hogy ez az egész csatorna működik. Nagyon fontos, hogy tudjatok róluk, hogy ez nem csak elsősorban Győri Zoli projekt, hanem sok ember együttes közreműködése, hogy mindez működhet. Nagyon szépen köszönöm, srácok! 2017. szeptemberében jött egy nagyon izgalmas kérdés. A Game Club megkeresett minket, hogy mit szólnátok hozzá, hogy a szakmai tartalom készülne. Készítsetek játékbemutatót. És nagyon megijedtem, hogy húha, szakmai tartalom, nagyon sok fantasztikus nemzetközi reviewer van, aki Dice Tower, akik napi szinten játszanak, ontják magukból a játékbemutatókat, és nagyon picinek éreztem magam, és nagyon-nagyon húha, hát az kinézném meg hogy miért a Zoli ajánlja, meg hogy ez pontosan hogy működhet, és nagyon sok segítséget kaptam a kiadó részéről, hogy csináld, jó lesz, bemutató, persze, nem kell részletesen, nyugodtan ajánl, beszélj róla, mit tetszett, mi nem tetszett, hogy érezted, kiknek ajánlanád, és megtaláltam azt a bizonyos szakmai döntést, amit a mai napig tartok, hogy ez egy ajánló blog. Nem kritizálni szeretnék játékokat, és már a legelső játékbemutató alkalommal, ami a Magic Maze Fogd és Fuss című játékkal történt, kiknek ajánlanám, játszottam azzal a játékkal, azzal a szemmel, hogy ez egy ajánló blog, azt szeretném kommunikálni, hogy társasjátékozni fantasztikus, és nem cincálni szeretnék egy játékot, hogy a játék hossza, a setup aránya, a hanem elsősorban azt keresem, és a mai napig azt keresem minden játékban, hogy mi az, ami ajánlható benne. Vannak olyan játékok, amiket kaptunk, és végül nem készült belőle a tartalom, mert nem éreztem azt, hogy hiteles teljes szívvel tudnám ajánlani, ezeket nem is szívesen kommunikálom, de minden egyes bemutató, ami készült, én nagyon szívesen játszanám, bizonyos környezetben, bizonyos összefüggésekben, és egészen biztosan tudom valakinek ajánlani, úgyhogy számunkra nagy oszlop volt és nagy támpont annak idején, amikor a Magic 4 című játékot bemutattuk. Megmosolyogtató bizonyos technikai megoldásokat használtunk, de hát folyamatosan fejlődik ez a blog, és folyamatosan figyelünk magunkra, hogy mi az, ami számunkra komfortos, és aki esetleg régebb óta követi a csatornát, rengeteg változáson ment már keresztül a blog a legelső lépéseket követően. Úgyhogy a legelső játékbemutatónk fontos időpont volt. 2018. április 1-én felkerült egy viccesnek, egyszerűnek szánt tartalom, melyben Gyere! Hát csatlakoztam. Igen. Nem volt koncepció az, hogy akkor mostantól ez a hosszú távon réka a vlognak része. Megkérdeztem, hogy szeretnél-e egy videót, tök jó pofának tűnt, és mi lenne az a tartalom, Réka hét kedvenc játéka. Igen, vicces volt, mert április 1-jeit réfának szántuk, hogy nem Zoli jelenik meg a megszokotthoz képest, hanem én, de aztán annyira pozitív volt a rengeteg visszajelzés tőletek, illetve Zoli is annyira megszerette, hogy ott vagyok mellette, hogy végül is csatlakoztam a csatornához, és így most már egy csomó tartalmat együtt készítünk el. Kérdeztétek, hogy ez mi alapján dől el. Leginkább megérzés alapján, ha van olyan játék, amihez én is szeretnék hozzászólni, akkor legtöbbször közösen forgatjuk le. Van olyan eset, hogy nem értünk annyira egyet, olyankor egyikünk vagy másikunk készíti, és nyilván az együtt végigjátszásokban pedig együtt vagyunk. Így van, a mai napig ezt nagyon szabadon kezeljük, hogy milyen tartalomban van a Réka, ebben nem nagyon van koncepció, megbeszéljük előtte, hogy mi az a tartalom, amihez szívesen csatlakozzon, melyik az, amihez inkább kevésbé. Réka, mint az utolsó snit, az utolsó képen, az elköszönő képen láthatjátok, hogy főleg technikai segítséggel foglalkozik, a hangért, illetve a képért felel. Illetve a blogon belül én felelek a PR tevékenységért, a marketingért, a social media tevékenységekért, tehát én vagyok a háttérbázis, de azért néha kamera elé is beállok, hogyha úgy beszéljük meg Zolival. Igen. Nagyon nehéz volt ezeket a pontokat egyedül kiválasztani, mert rengeteg számunkra fontos lépés volt. Igen. De a Patreon csapat megalakítása, illetve a Patreon csatornánk megalapítása, az egy elég fontos pont, ez 2018. augusztusában volt. Egy külsős ötlet hatására hoztuk létre, mert hogy mi alapvetően nem gondolkodtunk közösségi finanszírozásban vagy adományozásban, de kaptunk egy ilyen ötletet, és megalakítottuk, és úgy voltunk vele, hogy igazából, hogyha senki nem támogatja majd, akkor csak úgy ott lesz, nem fogunk vele foglalkozni,
De egy olyan támogató, fantasztikus Patreon csapat gyűlt össze körénk, akik gyakorlatilag egy csomó tartalmat, illetve technikai dolgot támogatnak nálunk. Gyakorlatilag személy szerint ismerjük őket most már, elmondhatjuk, illetve név alapján. Egyébként a teljes listájukat meg fogjátok találni a videó végén, ugyanis nektek, kedves Patreonjaink, külön szeretnénk megköszönni, hogy a munkánkat támogatjátok, fantasztikusak vagytok. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy sokan egy lájkkal, egy megosztással, egy kedves üzenettel, nagyon sokan írnak Gmailen, hogy hú, srácok, rengeteg játékra hívtatok fel a figyelmünket, ezek is mind nagyon-nagyon jól esnek, és nincs kis segítség, nagy segítség, és végtelenül hálásak vagyunk azoknak, akik azt mondják, hogy szeretnénk anyagilag támogatni a csatornát. Igen. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Most egy nagyobb felújításban, egy nagyobb befektetési részben vagyunk, de amint elkészültünk vele, mindenképpen kommunikáljuk majd, hogy pontosan az a befolyt forrás az mire is érkezett meg, úgyhogy kedves patronok, nagyon szépen köszönjük nektek minden egyes klikket és minden egyes befektetett pénzt, amivel támogattátok ezt a csatornát. Illetve itt szeretnénk megemlíteni azokat is, akik ugyan nem patronként, tehát nem pénzzel, hanem megosztással, lájkkal, pozitív levéllel, kommentekkel támogatjátok a blogunkat. Nagyon sok ilyen törzs, magtag is van az eleje óta. Júj, olyan nehéz válogatni. De ugorjunk a következő pontra. 2019. június 2-án elindítottuk a Facebook csoportot. A célunk az volt, hogy egy ilyen pici közösséget kezdjünk kiépíteni, és kíváncsiak voltunk, hogy ki az, aki egy csoporthoz szeretne tartozni, hogy igen, követi a munkásságunkat, de az, aki napi szinten folyamatosan szeretne értesülni mindenféle dologról, és hirtelennyében nagyon sokan lettünk, már az elején rengetegen csatlakoztatok ehhez a csoporthoz, amivel igazából az volt a célunk, hogy egy közvetlenebb párbeszédre biztosítsunk platformot nektek, tehát ott mi is nagyon aktívan jelen voltunk már az elejétől fogva azóta is, illetve azoknak az embereknek is, akik követik a munkásságunkat, illetve nagyon szeretnek társasozni, és szeretnének egy ilyen támogató közegben, kedves hangvételű csoportban benne lenni, nekik alakítsunk ki egy közösségi platformot, és ez lett a Mit játszunk csoport, és máig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ugyan átléptük a 3000 tagot, mégis megmaradt ez a családias hangulata, hogy megosztják a tagok az élményeiket, a játékfotókat, és nagyon-nagyon jó érzés ebben a csoportban létezni. Nagyon jó hangulatú csoport, akire rajtunk kívül két fantasztikus ember vigyáz. Összesen 4-en vagyunk jelen pillanatban adminok, és mindenképpen megnevezném Sárosi Juditot és Belevári Esztert, akik napi szinten folyamatosan vigyázzák ezt a csoport hangulatot, és köszönjük nektek. Nagyon szépen köszönjük. Lenyűgöző, hogy mindennapi munkafolyamatotok mellett külön-külön erre is energiát tudtok pakolni, ez a csoport az olyan fantasztikusan működjön, ahogy működik. Köszönjük. Az utolsó pont, amit kiválasztottunk, ehhez nagyon sokan fogtok tudni majd kapcsolódni, de mielőtt elmondanánk, hogy mi ez, el szeretném mondani, hogy az, hogy ez létrejöhetett, ahhoz nagyon sok előzetes dolog vezetett. Többek közt olyan pontok is, amiket most nem emeltünk ki, mint hogy megnyertük a Cosmopolitan év felfedezettje díját, illetve egy számos interjú, magazin megkeresés, emberek támogatása, akik segítettek ahhoz minket, hogy minél több emberhez eljuttathassuk a társasjátékozás szeretetét, és ezt a hobbit. Színházi társasjátékos előadások. Fantasztikus emberekről van itt szó. Akkor számomra fantasztikus volt, amikor a Fanbit Gigs-ben voltunk játszani DV-kkel. Nagyon szépen köszönjük minden alkalmat, amikor ott lehettünk, és hogy társasozhattunk együtt. Így van, és ezek a pontok vezettek odáig, hogy 2019. augusztus 25-én megrendeztük az első Mit játszunk pikniket, ami több mint 220 fő részvételével zajlott, ami elképesztő számhoz képest, hogy milyen pici blognak számítunk mi itthon Magyarországon, és hát egy fantasztikus közösségi élmény volt, ez egy ingyenes piknikezés volt a Margit szigeten, amit nem is akartunk túlságosan túlgondolni, és ennek szeretnénk is majd egyébként megtartani a hagyományát, tehát idén is lesz ilyen társas játékos piknik. Pont az volt a lényege, hogy azt mutassuk meg, hogy bárki eljöhet társas játékozni, bárki leülhet a pokrócokra, odaülhet a többiekhez, és együtt játszhattok, és mi is ott voltunk, és velünk is beszélgethettetek, és egy társasjátékos közösségként léteztünk egy hatalmas létszámú rendezvényen, nagyon-nagyon jó hangulatban. Így van. Nem csak a blog szempontjából volt ez nagyon maradandó és életre szóló élmény, hanem nekünk is személyesen. Igen. Nagyon jó volt, hogy a rengeteg profilkép, a rengeteg nickname hirtelen ember lett, és ezekkel az emberekkel tudtunk társasjátékozni, úgy, hogy alapvetően nem volt játékmester, mindenki, ahogy egy piknikre érkezik, a kis Alamózsán kívül társasjátékokat is hozott. Fantasztikus volt látni, hogy
ismeretlen emberek egymáshoz leültek társasjátékozni. Jött ember úgy, hogy nem hozott társasjátékot, hanem bízott abban, volt bizalma a rendezvényen kapcsolatban, hogy majd leülök valakihez. És mindenki, aki segített a piknik létrejöttében, és beleértve a partnereinket is, nagyon hálásak vagyunk. Ugyanis a blogot nagyon sok partner támogatja, akik ugyanúgy rajtunk keresztül népszerűsítik a társasjátékozást. Ráadásul ezek a kiadók és partnerek úgy bíztak a blogunkban, hogy még nagyon kicsik voltunk, és úgy kötöttünk ráadásul velük megállapodást, hogy megmondtuk, hogy nem fogunk csak jót mondani, tehát nem álltunk be a, úgymond az influencerek sorába, hanem igazából azt mondtuk, hogy mi nagyon szívesen bemutatunk játékokat, de azokat mi szeretnénk kiválasztani, és az őszinte véleményünket mondanánk el róla. Így adtak nekünk bizalmat már a legelején nagyon sokan, a partnereink közül így most nekik is külön szeretnénk megköszönni, és nektek, akik ott voltatok a pikniken, és azóta is követitek a csatornánkat, fantasztikus. És hát végül is az apropó, a plusz egy pont ezen a hét megemlített ponton kívül, ez a 10 000 feliratkozás. Nagy dolog számunkra, és nagyon nyitottak vagyunk a 100 000 feliratkozás felé. Ez egy kicsit durva, már alig várjuk, hogy ez megtörténjen. 3 éves lett idén a blogunk januárban, ez is egy hatalmas dolog számunkra, és az, hogy ennyien vagyunk, igazából ne értsétek fel, nem is a szám a lényeg, hanem az, hogy ez azt jelzi, hogy ennyi ember szeret társasjátékozni, követi azt, hogy milyen társasjátékok jelennek meg, miket adnak a modern játékok. Igyekszünk egy csomó játékpszichológiai, lélektani, olyan ötleteket tartalmazó videót is gyártani nektek, ami nem csak azoknak segít, akik társasjátékozni szeretnének, hanem unblock játszani. Bízunk benne, hogy tetszett ez a rész, ez a kis összefoglaló, és hogyha esetleg tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot és egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok! 10 000 feliratkozó. 10 000 feliratkozó. 10 000 feliratkozó. Meeple.